Hermann Otto kezdeményezte itthon a madarak és fák napjának megünneplését. Szép gondolat ez, hiszen a fák rengeteg madárnak adnak lakóhelyet és táplálékot. A madarak pedig azzal segítik a fákat, hogy a kártevőket ritkítják, illetve a magok terjesztésében vesznek részt. Nekünk kedves mind a kettő, a madarakat szeretjük, és persze a fákat is, de azokból a legkülönbözőbb módokon hasznot húzunk. A következő megfigyelések bárhol elvégezhetők. Felfedezők utánam! Fáról fára. Az élő fában rengeteg örömünk van, és hogyha kivágjuk, vagy hogyha kidől, akkor az anyaga is érdekes és fontos a számunkra. A fából készül például ez az asztal, a bútoraink, a használati eszközeinknek egy része, és nagyon szép fából még dísztárgyak is készülhetnek, és fából van a karácsonyfánk. Mekkora volt a karácsonyfátok utoljára? Én nagyon nagy volt. Nagyon nagy? Ekkora. Aha. Csak ilyen pici volt. Nektek mi picike. És mit gondoltok, hány évesek voltak ezek a fák? Hogy lehet megmondani, hogy hány éves egy fa? Hát például úgy, hogy megszámoljuk az évgyűrűt. Ugye itt lehet látni ezen a metszeten, hogy vannak világos és sötét gyűrűk. A világos gyűrűk azok tavasszal képződnek, amikor a vizet szállító csöveket fejleszti a fa, a sötét gyűrű pedig ősszel, és ezért egy világos, egy sötét gyűrű egy év fejlődése. És ahogy a fa fejlődik kifelé, egyre több évgyűrű van rajta. De vajon a legvastagabb fa-e a legöregebb? Vagyis, hogy meg lehet-e mondani a vastagságról a fának a korát? Én itt nagyjából egyforma vastagságú fákat hoztam. Számoljátok meg, hogy melyiknek hány évgyűrű van, jó? 10. 6. Ez a legvastagabb. Nagyon sok. Igen, nagyon sok, meg se lehet így számolni. Ez a puszpánk, vagy a buxus, ez nő a egyik leglassabban növő fánk, és ebből készülnek szobrok, pipafejek és nagyon érzékeny dolgok. Az évgyűrűk nem csak erre jók, az évgyűrűkből nagyszerű játékot lehet készíteni, az ember levág egy vékony szeletet egy fából, darabokra töri, és már is kész van egy kirakós avagy puzzle. Így össze lehet keverni, ezzel tönkretettem ezt a szépséget, és újra ki lehet rakni az évgyűrűket. Anna, ezt próbálod? És hoztam nektek is még. És amíg ezekkel próbálkoztok, addig készítek nektek 3D kirakot, mert azt is lehet fából csinálni. Közben elkészültetek, nagyon ügyesek vagytok, jól van. Én pedig készítettem egy háromdimenziós kirakót fűrésszel, és itt is az évgyűrűk vagy a térlátásunk segíthet abban, hogy ezt kirakjuk. Meg kell keresni az összetartozó darabokat, és ilyen módon lehet kirakni. Próbáljátok meg, és van itt nálam még valami, hiszen én most itt csak fűrészt használtam, de a fának a megmunkálásához számos egyéb eszközt használunk. Például gyalut, hasítunk fát, csiszolunk fát, tehát nagyon sokféle megmunkálása lehet. Az a kérdés, hogy megismeritek, hogy a négy közül melyik van fűrészelve, melyik van hasítva, melyik van gyalulva és melyik van csiszolva. Ehhez talán nem árt, ha megsimogatjátok őket. Az van gyalul, vagy ez van, ez van csiszolva. Igen, ez a legfinomabb. Igen. Ez van hasítva, ez meg fűrészelve. Igen, igen. Hát ez nagyon könnyű volt megmunkálni, ez fenyőfa, és a fenyőfa az puha fa, de nem csak ilyen könnyű dolog van. Itt van, mutatok nektek valamit. Hogyha próbálok szöget beleverni, ez viszonylag könnyen megy. És nézzük most az akácfát. Egyszerűen nem lehet úgy beleverni, hogy ne görbüljön el, annyira kemény fa.
Tehát a fának az anyaga is tömörebb, a fajsúlya is nagyobb, szilárdabb, egész másra lehet használni, rengeteg mindenféle használják a puha fákat és a kemény fákat. Otthon pedig meg lehet próbálni egy kemény fából készült fakanál nyelével óvatosan megkocogtatni a különböző bútorokat, különböző fából készült tárgyakat, mindegyiknek más lesz a hangja szerint, hogy milyen fából van. A fák szerencsés esetben több száz évig élnek. Nagyon öreg fákat a nép Petőfihez, Rákoszihoz, Kossuthoz, a nemzet nagyjaihoz kapcsol. És a fák élete, meg az emberek élete valahogyan rokon, hasonló. Régen nagyon tisztelték az öreget mind a kettőben, értékesnek tartották. Ma az emberek között a fiatalság az érték, de az ősöreg fákat még mindig tiszteljük. Thank you.